Köszöntök minden kedves megjelentet, a Mezőtúr intézményellátó és ingatlankezelő közhasznú non-profit Kft. Által elkészítetett gyermekjátékok átadóján. Köszöntöm Boldog István országgyűlési képviselőt. Jó napot kívánok! Köszöntöm Herceg Zsoltot, Mezőtúr város polgármesterét. Köszöntöm Batta Attila Viktort, Mezőtúr város alpolgármesterét. És köszöntök minden kedves városi képviselőt, megjelent vendégeket. Felkérem Boldog Istvánt, tartsa meg köszöntő szavait. Jó napot kívánok, nagy tiszteltel köszöntök mindenkit ezen a szép napon. Azt gondolom, hogy az időjárás pont ideális, nincs túl meleg, nem esik az eső, és a gyermekeknek ez a mai nap egy igazi élmény lehet. Élmény lehet azért, mert ma róluk szól az egész nap, a szülők is egy kicsit jobban odafigyelnek talán rájuk, és hát minden nekik szól, az is nekik szól, amiért ma ide jöttünk. Ezek a játékok, amit szorgos kezek készítettek. És én megmondom őszintén, azért szerettem volna szólni néhány szót, mert igazából ezeknek a szorgos kezeknek szeretném megköszönni ezt a munkát. Most zajlik a parlamentben a költségvetés vitája, és az ellenzéki képviselőkkel folyamatosan arról kell vitatkozzak, hogy vajon értékteremtője az a munka, amit a startmunkások, a közfoglalkoztatottak végeznek. Azt gondolom, hogy amikor majd lekerülnek innen a nejlonok, akkor mindenki láthatja, hogy bizony értékteremtőek. Sőt, nem csak, hogy értékteremtőek, de nagyon-nagyon fontos munkát végeznek ők. Úgyhogy én ezért is örülök ennek a mai napnak, és ezért is gratulálok az elkészítőknek, akik készítették ezeket a játékokat a munkájukhoz, és azt kérem tőlük is, és a vezetőiktől is, hogy továbbra is ilyen és ehhez hasonló munkákat biztosítsanak a számukra, mert ez az, amivel értéket teremtenek, ráadásul amit ők csinálnak, az sok-sok gyermeknek fog örömet okozni, sok-sok gyermeknek fog nagyon jó pillanatokat okozni, és hát természetesen a szüleiknek is, hiszen a szüleik is örömmel engedik ilyen biztonságos, szép játékokra a gyerekeket, amik ráadásul így készültek Mezőtúron, mezőtúri emberek munkájának köszönhetően. Úgyhogy még egyszer gratulálok mindenkinek, gratulálok a városvezetésnek, azoknak, akik elkészítették a játékot, és a gyerekeknek pedig jó szórakozást kívánok a mai napon, és nagyon-nagyon szép időt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és felkérem polgármester urat, tartsa meg köszöntő szavait. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő úr, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntök én és mindenkit itt a mai napon a gyermeknap alkalmából. Természetesen külön köszöntöm a jelenlévő gyermekeket. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon fontos a számunkra az Mezőtúrváros önkormányzata számára, hogy minden egyes ingatlanunk, a közterületeink, az intézményeink, a létesítményeink folyamatosan gyarapodjanak, szépüljenek, azok gondozottak legyenek. Itt a mai napon, a gyermeknapon a közfoglalkoztatott kollégák által elkészített játékokat fogjuk hamarosan átadni a fiatalok számára. Én is szeretném nagy tisztelettel megköszönni az intézményellátó Kft. Vezetőségének, minden dolgozójának, természetesen minden közfoglalkoztatott dolgozónak, akiknek köze van ahhoz, közreműködtek ezeknek a játékoknak az elkészítésében. És hát azt is tudni kell azért, hogy közreműködnek abban is a közfoglalkoztatottak, hogy a közterületeink, a város minél szebb legyen, ne legyen szemetes, gondozottak legyenek a közterületeink, és még sorolhatnám, számos értéket teremtenek, ezt köszönöm nekik. Itt van a körünkben Bartáni Busi Julianna, akinek szintén megköszönöm a munkaügyi kirendeltségnek, minden dolgozóinak azt a segítő támogatást, amelyet a közfoglalkoztatás lebonyolítása kapcsán adnak nekünk évről évre. Ez is egy olyan szép együttműködés, amelynek az eredménye ez többek között ezek a megteremtett értékek. Én mindenkinek nagyon kellemes napot kívánok, remélem, hogy nem fog esni az eső, és bízom abban is, hogy a nap is kisüt majd előbb-utóbb. Kívánom mindenkinek azt, hogy érezze jól magát itt a mezőtúri strandfürdő területén a mai napon. Hát a gyerekeknek pedig azt kívánom, hogy vegyék birtokba ezeket az elkészült játékokat, és minél több kellemes percet töltsenek el itt ezeken. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, és most arra kérem kedves vendégeinket és benneteket, kedves gyerekek, hogy leplezzük le közösen a elkészült játékokat. És bízunk benne, hogy vidám perceket töltetek majd el itt a játszótéren, illetve várunk mindenkit a további programpontjainkra. Értékteremtő munka eredményeként adták át a mai napon itt a Városi Strandfürdőben gyermeknap alkalmából a gyermekjátékokat. Kinek a munkáját dicséri ezek a gyermekjátékok? Hát ezek a játékok a közhasznú munkában foglalkoztattak munkáját dicséri. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja ezek a játékok, hogy minden munka értékteremtő, mindenki, aki veszi a fáradtságot reggel, fölkel és elmegy a munkába, az úgy indul el reggel, hogy ő ma valami értéket teremt, teljesen mindegy, mint itt látjuk a hátunk mögött, hogy ez egy közmunkás és ilyen fajátékokat készít, vagy éppen a parkot tartja rendben, vagy pedig mondjuk országgyűlési képviselő és a parlamentbe megy bedolgozni. Mindenki, aki elmegy dolgozni, az értéket akar teremteni a véleményem szerint, és látható, hogy ez nagyon-nagyon sokszor sikerül is, mert az én számomra nem adja, az adja meg az értékét valaminek, egy munkának nem az adja meg az értékét, hogy az mennyi forintba kerül, amit megcsinált, hanem hogy segíteni akarta, szolgálni akarta azt a közösséget, aki őt megbízta ezzel a munkával. A gyermeknapi programok gyermekjátékok átadásával kezdődtek itt a Városi Strandfürdőben. Mit tudhatunk ezekről a gyermekjátékokról, kiknek a jóvoltából valósultak meg? A Start közfoglalkoztatásban működik egy olyan értékteremtő program, az intézmény ellátó KFT koordinálja ezt, ahol fa utcabútorokat készítenek a dolgozók, és hát itt mögöttem látható, hogy mennyi minden szép dolog készül a kezük munkája által. A mai napon, ugye stílszerűen a gyermeknapon kerültek átadásra ezek a játékok, és még tervben van az, hogy további ilyenek fognak készülni, de ezen kívül még a gyermekjátékokon kívül nagyon sok hasznos dolgot, hulladéktartót, padokat, nagyon sok mindent készítenek, és hát itt látható az, hogy milyen jelentősége van a közfoglalkoztatásnak, hiszen nagyon sokat bírálják ezeket a dolgozókat, hogy nem dolgoznak hatékonyan, nem töltik ki a munkaidőnek a nagy részét munkával, és még számos bírálatot hallhatunk. Hát itt a cáfolat mögöttem óriási értékeket állítottak elő. Minden elismerésem az őik, itt meg is köszöntem azoknak a dolgozóknak, akik ebben részt vettek. Gratuláltam nekik. Azt tudni kell azért, hogy egy ilyen játék, egy nagyobb játék, fából készült játék, az több százezer forintba kerül. És ezek a játékok, ezek az eszközök olyan faanyagból készülnek, amiket itt vágunk ki a város területén, mert már balesetveszélyessé válnak ezek a nagy fák, és hát ezeket sajnos, amikor eljön az idő, akkor ki kell vágni. Tehát az alapanyag tulajdonképpen ingyen van,
és hát ilyen értékek készülnek belőle. Rögtön hozzá kell tenni, hogy nem csak fákat vágunk ki, hanem ültetünk is, tehát nagyon sok fát, facsemetét telepítünk a településünkön, hogy természetesen ezeket pótoljuk is. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és hát még sorolhatnám azt, hogy a közfoglalkoztatásban milyen értékek rejlenek. Ezeket lehetőleg minél jobban a jövőben megpróbáljuk majd kiaknázni. A Városi Strandfürdőben gyermeknap alkalmából gyönyörű gyermekjátékokat adtak át a Mezőtúri Intézmény ellátó Kft. Jóvoltából. Mit tudhatunk ezekről a gyermekjátékokról, kik készítették ezeket a játékokat? Ebben az évben másodszor sikerült Start munkaprogram keretében belül értékteremtő munkára pályáznunk, és 20 fő dolgozik ebben a munkaprogramban, 14 fő a faipari dolgokat készíti, illetve 6-7 fő pedig a konyhán a minisütödénkben dolgozik. Ezeknek az a célja, hogy értékteremtést készítsenek a közfoglalkoztatott dolgozók, az asztalosok, illetve az asztalos segédmunkások gyermekjátékokat, faülőkéket, szemeteseket készítenek, már a városban több helyen is lehet látni. A minisütődébe pedig szeretnénk olyan süteményeket készíteni teljesen kézzel, amik mezőtúron hagyományosak. Ezeket a süteményeket az óvodába, az iskolába szállítjuk a gyerekeknek. Nagyon nagy sikerrel készítünk pereceket, meg más teljes körülésű lisztből készült süteményeket. A gyermekjátékokat nem gondoltam, hogy ennyire fog sikerülni. Egy-két mintapéldányt gondoltunk, hogy elkészítünk, de én úgy láttam, hogy a dolgozók, ugye ők is voltak gyerekek, nekik is vannak gyerekeik, nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készítették ezeket a játékokat, amiket itt most átadtunk. A vártnál sokkal-sokkal jobban sikerült, azt el kell mondanom, hogy teljesen az ő ötletük alapján készült ez a dolog. A felhasznált alapanyagot mezőtúrról vágtuk ki, az összes fát, ezek ilyen elszáradt fák, vagy balesetveszélyes fák. Úgyhogy teljesen az ő kreativitásukat tükrözi ez a gyermekjáték. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres ez a program, és nem fogunk megállni, fogunk pályázni következő évben is, hogy a város több területén tudjunk ilyen gyönyörű holmikat csinálni. A mai napon itt a Városi Strandfürdőben épesül majd, jönnek majd a gyerekek, ugyanis gyermeknapi programokkal várják a kicsiket és nagyokat. Mivel készül az intézménye ellátó itt a Városi Strandfürdőben a nyári időszakra? Nyára többféle dologgal is készültünk, a legeslegnagyobb beruházásunk a hullámbüfénk, amit most már nem adunk ki bérben, mi üzemeltetünk. Készítettünk kiülőkéket, árnyékolót készítettünk, kifestettük a gyerekmedencét. Javaslatot tettünk, és a héten elfogadásra került, hogy a kedvezményes jegyet most már délután 3 órától adjuk, illetve javaslatot tettünk arra is, hogy 2 órás úszójegyet a strandon is tudjunk értékesíteni a látogatóknak, úgyhogy már csak a jó idő hiányzik, várjuk a jó időt, én úgy gondolom, hogy sokkal szebb, sokkal rendezettebb a környezet.